Mi járt a fejedben az MTK elleni meccs után? Hát ezt szóval eléggé le voltam törve. Az járt a fejemben, hogy nem fog tudni játszani a kupán. De aztán ugye vasárnap is ebben telt, ebben a gondolatban, tehát hogy mi lesz, ha nem fog tudni játszani. Aztán hétfőn, amikor mondták, hogy nem szakadt el semmi, nem tört el semmi, akkor úgy voltam vele, hogy oké, nyugi, volt már ilyen, rendben lesz. Hogy érzed magad most? Jól, most már hál' Istennek a duzzanat is lement nagyrészt, és naponta kétszert kezelnek, úgyhogy gyakorlatilag mindenki mindent megtesz azért, hogy rendben legyek. Hogyan emlékszel a tavalyi Magyar Kupa győzelemre? Hát óriási volt. Először is a Pink elleni meccs, ugye a negyed döntő, az egy nagyon nagy siker számomra. Utána pedig a döntő, ahogy megnyertük, ott egy lepattanón múlt az egész, a Bujdosó Nóri szedte le egy büntető után, és ahogy megnyertük azt, az extra volt. Igazi extázisban játszottál. Igen, ott jó volt a formaidőzítés, hál' Istennek ott a kupára, tényleg össze is tudtam szedni magam itt a zágrábi kitérő után, és ott már jól ment a játék. Mit vársz idén a csapattól? Én azt várom mindenkitől, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy először is a Diós Győrt megverjük, és azt gondolom és remélem is, hogy ez sikerülni fog, és utána ez tud nekünk egy olyan önbizalmat adni, ami elvezet a végsőkig. Gyertek szurkolni Győrbe, szükség lesz rátok!